Sziasztok! Ez itt újra a Hátechjárás. Ezen a héten újra az oktatás lesz a fő témánk, mégpedig az iskolák okos eszköz használata, valamint az okos tanterem. Ezen kívül beszélünk még a magyar illetőségű cég, a Prezi új kiterjesztett valóság projektjéről, és egy igen fura eszközről, amivel filmekhez juthatunk. Természetesen illegálisan. Játék hírünk is lesz a héten, mégpedig a Middle-earth Shadow of War, amelyről egyre több információ kerül napvilágra. Szóval, vágjunk is bele, tisztelt esküdtszék! Egyre több iskolában jelennek meg a modern technikai eszközök. Sőt, sok diák például már táblagépen követheti nyomon az órák történéseit is. A gyáli Ady Endre iskolában a diákoknak már teljesen természetes, hogy egyes órák azzal kezdődnek, hogy mindenki magához veszi szépen a Samsung Galaxy Tab táblagépét, és bejelentkezik a profiljába. A tanár pedig addig nem kezdi el a tanórákat, amíg nem látja az összes gyereket online. Sajnos ehhez és más Samsung Smart School program által nyújtott lehetőségek azonban a többi iskolának egyenlőre csak álom. A legtöbb helyen ugyanis nem, hogy nem vonják be a gyerekek digitális eszközeit a tanórákba, hanem egyenesen tiltják azok használatát. Kikapcsoltatják a telefonokat, vagy begyűjtik a tanári asztalra. Történik ez annak ellenére, hogy már a 10-14 évesek 95%-a rendelkezik ilyen eszközökkel, viszont használni csak korlátozottan vagy egyáltalán nem engedik nekik. Pedig talán a gyáli példa is mutatja, hogy ez egyáltalán nem lenne az ördögtől való. Ott például kémia órákon a diákok kvízjátékokkal tesztelik magukat, hogy mennyire tanulták meg az anyagot, és ez nem csak számukra, hanem a tanár felé is egy azonnali visszajelzést ad arról, hogy milyenek is a diákok ismeretei a témában. A másik érdekes felhasználás szintén ezen az órán, hogy a terem közepén lévő tévé segítségével az oktató biztonságos távolságból tudja kvázi közvetíteni a veszélyesebb kémia kísérleteket is. De még rengeteg más digitális eszközön használható alkalmazás segíti már az oktatást. És mint ahogy a kvízjátékos példán is látjuk, a gamifikációt, vagyis a játékosítást is. Viszont ne essünk tévedésbe, csupán ezek az eszközök nem hoznak megváltást az oktatásba, ugyanis nem lehet minden órába beépíteni a használatukat. Az egészséges egyensúlyhoz szükség van a pedagógusra, a jó tanítási módszerekre és egy olyan tantervre, ami nem megy szembe például a piaci szereplők igényei. Az oktatás modernizálása nem egy rövid távú projekt, és talán még a világ se látja, hogy merre is érdemes haladni. Azonban az ilyen példák talán egy picit előre mozdítják azt, hogy gyorsabban, hatékonyabban és szórakoztatóbban bővítsük az ismereteinket. A magyar Prezi nemrég bemutatott egy új terméket és egy kísérleti projektet is. Az előbbi a Prezi Next, az utóbbi pedig a prezentációkat a képernyők helyett a kiterjesztett valóságban megjelenítő program. Na, számunkra nyilván az utóbbi az érdekesebb. A Prezi AR egyelőre még nem kész termék, pusztán egy a kiterjesztett valóságra épülő koncepció, mely Vancouverben a TED konferencián debütált. Ebben a prezentációk az előadott körülvevő világból épülnek fel, így a valóság és a virtuális tér találkozik egymással. Az idei TED egyik kiemelt előadója Robert Sapolsky már ezzel a kísérleti dologgal adta elő a prezentációját, mely az emberi viselkedésről szól. A kutató nem a színpadon, hanem a Prezi San Francisco irodájából adott elő a Prezi AR segítségével. Előadása vizuális részét pedig a körülötte levő térre építette. A cég reményei szerint a kiterjesztett valóságot használva az előadó és a közönség között sokkal mélyebb kapcsolat is kialakulhat, így a bonyolultabb témákat is könnyen érthetővé lehet majd tenni. A Torrent Freak írta meg, hogy egy etiópiai szupermarketben filmeket lehet letölteni egy ATM-nek látszó tárgyról. A Swift Media nevű eszköz pénzért cserébe illegálisan beszerzett filmeket másol a pendrive-unkra. Forintra átszámolva körülbelül 300, 600 és 1200 forintos csomagokat lehet kérni, és az összegtől függően más-más mennyiségű filmet lehet kiválasztani. A beszámolók alapján azok pedig egyértelműen különböző torrent oldalakról beszerzett filmek. Ráadásul olyan címek is találhatók a repertoárban, amelyeket épp most játszanak a mozik. Ez a kalózkodás, valljuk be, még mindig egy érdekes és kényes téma. Eleve az, hogy így a készítőket károsítod meg, mert nyilván ők azért tetemes mennyiségű pénzt és munkát beletettek a művükbe, és ebből szeretnének valamennyit viszont látni. Főleg így, hogy gyakorlatilag fizetsz is a tartalomért. Ennyi erővel akkor már tényleg meg lehetne venni egy filmet, vagy akár elmenni moziba. Szerencsére ma már tartott a világ, hogy az alternatív forrásokból is tudunk jogtisztán filmeket és sorozatokat nézni. Gondoljunk csak például a Google Play filmáruházára, vagy a Netflixre. De egyébként Magyarországon is működnek különböző netes, előfizetős filmszolgáltatások is. A Warner Bros. Interaktív kiadó azért néha tud meglepetéseket okozni. Gondoljunk csak a Mad Max játékra, a Batman Arkham Knight-ra, mondjuk ez pont negatív példa, és a 2014-es Middle-earth Shadow of Mordor-ra. Bár a játék egy elég erős és jó mixe volt különböző kölcsönvett ötleteknek, hiszen főleg a Batman játékok kiváló harcrendszerére és az Assassin's Creed-ek játékmenetére alapoztak. Volt azonban egy rendszer a Shadow of Mordorban, ami az egekig emelte az egészet.
Ez pedig nem volt más, mint a Nemesis rendszer, ahol a mordori orkok hierarchiájába kellett belerondítanunk. Ha megöltünk egy vezért, akkor más valaki került a helyére, ha pedig minket zúzott le egy mezei ork, akkor ő lépkedett előrébb a ranglétrán. A történet szerint ténylegesen meghalni nem tudtunk, ugyanis ilyen fél ember, fél démon hősök lettünk. A játék második része Shadow of War alcímmel idén augusztusban jelenik meg, és egyre több információt kapunk a készítőktől, hogy milyen újdonságok is várnak minket Talion legújabb kalandjaiban. A legutóbbi videóban például a már említett Nemesis rendszer kibővített verzióját mutatták meg, ami valljuk be elég durvára sikerült. Mondjuk bármennyire is jó a játék, azért a vaskalapos gyűrűk ura fanoknak meg kell emészteniük azt, hogy a történetet vastagon átírták és kibővítették olyan elemekkel, amik a hivatalos történetben benne sincsenek, valamint a világtól is elég idegenek. Én még mindig tartom magam ahhoz, hogy ezt a játékot valahova az első korba kellett volna helyezni, ott még bőven elfért volna ez a stílus. De azért ezt a játékot várom, talán még addig újra végig is játszom az első részt is. A videóajánló rovatba ezúttal az idei Play It-ről készült összefoglalónkat szeretném ajánlani, ami ezelőtt a videó előtt került fel néhány nappal. A HTL csatornával sajtósként sikerült részt venni az eseményen, és valljuk be, egy elég jó kis Play It-en vagyunk túl, nézzétek meg a videót, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy milyen is volt az idei április végi Play It Show. Nos, ennyi lett volna már a HTech járás. Reméljük, hogy most is érdekes hírekkel tudtunk nektek szolgálni. Most pedig jöjjön az ítélet! Várjuk ide a videó alá a lájkokat, a kommenteket és az építőjelölő kritikákat is, ha pedig már ott vagytok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, vagy ha esetleg nagyon tetszik a tartalom, akkor megosztani a videót. Keresetek minket a Facebookon is, linkeket vagy fent a csatornán, vagy pedig lent a leírásban találtok. Én Spilman Zoltán voltam, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! We'll be right back.